A Kodolányi János Egyetem fürdősori épülete az egykori sörház malomhelyén áll, így nem véletlen, hogy a kiállítás ennek a történetét dolgozza fel. A sörmalom a török felszabadulás után kezdett el működni a városban. 17. században a török kiőzése után azonnal elkezdődött, akkor a szabadkirályi városok 1703-ban kapta vissza Székesfehérvár a szabadkirályi városi jogát. A sörfőzés, sörmérés joga ugyanolyan alapvető joga volt, mint a borkészítés és a bormérési jog, és ennek megfelelően alakult a koroknak, megfelelően ennek az épületnek és az itt dolgozó sörfőzdének, illetve később sörgyárnak a története. A sörmalom nem csak a sörkészítésben vált fontossá, a város ipari és mezőgazdasági fejlődéséhez is sokat tett hozzá. Többek között ez is kiderült abból a kiállításból, melyet a Kodolányi Történelem Tanszék hallgatói állítottak össze az intézmény jubileumára. Az a hely, ahol vagyunk, egy nagyon komoly ipari terület volt annak idején, hiszen nyilván egy vízimalom és annak környezete fontos ellátója volt a város lakóinak, és nagy öröm, hogy 30 évvel ezelőtt pedig egy a város történelmében egy fontos lépés történt meg, hiszen egy önálló egyetem alakult meg, hogy szolgálja Székesfehérvárt, illetve nyilván az ország egészét. A kiállítás a tanév végéig tekinthető meg a Kodolányi János Egyetem fürdősori épületében. A tárlat megnyitója után a Sörmalomházról előadást is meghallgathattak az érdeklődők.